Köszöntöm Önöket, ez a Beregdaróci túrabakancs. Ígérem, a mai műsorban a Kendermagtól egészen eljutunk a Vászonig. Tartsanak velünk ismét! Ez a Beregdaróci kenderes napok, és már 13. alkalommal tartjuk meg itt Beregdarócon ezt a rendezvényt. A kezdetekről annyit kell tudni, hogy ez még egy Dalanics Zoltán nevű görögkatolikus lelkész nevéhez fűződik, illetve egy civil szervezethez, amit Beregdaróci Ifjúság Egyesületnek hívtak, és egy ilyen trióba az önkormányzattal eldöntöttük, hogy keresünk egy arcot a településnek, hogy azért legyen miről emlékezni Beregdarócra, hogyha valaki ide ellátogat, és ekköré rendezünk egy fesztivált is. És erre a kender találtuk a legalkalmasabbnak, ugye körbenéztünk a különböző településeken, hogy azért ne ütközzünk másokkal, és a kendertermesztésnek itt is voltak hagyományai, itt is megvoltak az alapja, és úgy döntöttük, hogy ezt akkor megosztjuk a nagy érdeművel, illetve feltámasztjuk ezt a hagyományt, hogy éljen a településem. Korábban ugye önerőből oldottuk meg ezt a rendezvényt, utána viszont próbáltuk kihasználni a adódó pályázati lehetőségeket, és most per pillanat a Beregfestnek a rendezvény sorozatának a keretében valósul meg a Beregdaróci kenderes napok. Én egy beregi gyerek vagyok, és igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne egy jó tenni, a beregi ízeket megkóstolni, a beregi hagyományokat, a régi vidéki hagyományokat megnézni, vagy akár bele is kóstolni abba, hogy ezek hogyan is működnek, mert ugye ki is lehet próbálni ezeket a munkafolyamatokat. Úgyhogy itt minden korosztály megtalálja a számára úgymond érdekeset, a legkisebb gyerektől a legidősebbig, hiszen az gyerekeknek minden újdonság az egy élmény, az idősebbek meg talán a gyerekkorukat hozzák vissza, hogyha ide kilátogatnak, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogyha most idén nem is, jövőre mindenképpen látogasson el Beregdarócra. Köszöntöm Önöket, a Kendertől a Vászonig című rovatunk következik, vendégem, beszélgető partnerem pedig Böske néni, csókolom. Beszélgessünk az alapokról, a kezdetekről, és meddig lehet eljutni a Kender témakörben? Hát ezelőtt 13 évvel kezdtük ezt a műveleteket, ezt a hagyományt megőrizni. Igaz, hogy nehezen tudtak bennünket rászedni, de mégis azért csak elkezdtünk vele foglalkozni. Hát a kendermagot májusban vessük el, ami igen kis aprószemű barna. Májusban elvetettük, augusztusra megnőül 2,5 méter nagyságúra. Ekkor kinyűjük, és visszük az áztatóba eláztatni. Áztatni azért kell, hogy a levelek és a szára megpuhuljon, lerohadjon. Aztán kikeltsük, lemosok róla a felesleges törmeléket, kiállogassuk az udvarra, megszárítsuk. Utána kezdjük a törést. Hát törni azért kell, hogy nekünk a rostjára nincs szükség, hanem csak a szöszre. Kicsit leragadnék itt a törésnél magát, ezt a műveletet ugye itt már az asszonyok bemutatták nekünk. Pontosan hogyan kell ezt törni, és milyen eszközöket használnak ennél a műveletnél? A kendernek minden porcikája nagyon hasznos. Ezelőtt a mi időnkben semmit el nem dobtunk, még csak amit letörünk róla pozdornyát, azt is felhasználtuk. A kendért 30 fokos melegbe kell törni, mert akkor törik a legjobban. A nap megsüti, és akkor csak úgy pereg lefele a pozdornya róla. Mikor megtörtük, megmarad nekünk a szösz. A szösz az még igen durva, nem tudjuk tovább hasznosítani, ezért meg kell dörzsölni. Itt Böske néni feje mellett már a szösz látható, jól gondolom? Vagy ez már a megtaposott szösz? Ez a megtaposott szösz, ezt már lehet fonni. De bizony, mikor eltörtük, akkor nagyon éles, és ezért kell nekünk megtaposni. Hát a megtaposás, vagyis a dörzsölés, ez lánykorunkban nekünk igen örömteli volt, mivel hogy mentünk a dörzsölőbe.
6-8 lány összebeszélt, hogy na ma este megdörzsöljük a teszőszödöt, holnap este az enyémet, és akkor mentünk a dörzsölőbe. Hát egy fejszőzt legalább 3 óra hosszáig kellett a talpunk alatt forgatni, nem tapostuk, hanem forgattuk, és így dörzsölődött. Közben felemeltük, megrázogattuk, hogy a benne maradt pozdornya, amit a törőn nem tudtunk kitörni, azt a lábunkkal, amely kitapostuk belőle. Aztán ugyebár a fiúk megtudták, hogy a lányok dörzsölőbe mennek, és a fiúk is csatlakoztak hozzájuk. No hát, de gondolom nem a munkálatok miatt, hanem inkább a lányok miatt. Böske néni, tessék ezt elismerni nekem. Hát lényegében nekünk is ez volt, nem a dörzsölő is a lényeg, hanem hogy a dörzsölőbe egy kicsit szórakoztunk. Ugyebár a fiúk, mire megdörzsöltük a szőzt, akkorára minden fiú kiszemelt magának egy-egy lányt, és bizony esre, hát éjfél volt, mire végeztünk, akkor haza kísérte azt a lányt. A mi időnkben az udvarlás így kezdődött. Mire is jó ez a kendertörés és a dörzsölés, és hát ugye eljutottunk odáig, amit az előbb említettem, hogy itt már látható az a dörzsölt kender. Ez pontosan micsoda, és mire kerül fel? A guzsajra, ami esztergályos guzsaj, arra felkötöttük. De annak a lánynak volt ilyen esztergályos guzsaja, akinek már volt udvarlója. Mert akinek nem volt udvarlója, bizony annak csak egy pálca volt beletéve, és azon font. Hát azért iparkodott az a lány egy partnert keríteni, hogy neki is szép guzsaja legyen. Mi következik ezután, hogyha már felkerült? Mikor felkerült, akkor elkezdtük a fonást. A fonás szintén ez fonóba történt, ugyanúgy, mint a dörzsölés. Ez télen, ilyen október utóján, november elején kezdődött a fonás. Szintén ilyen 6-8 lány megint összebeszélt, hogy na megyünk a fonóba. Mert hát az a lány üljön le az öreg anyukájával, és otthon szótlanul fonjon, ez unalmas volt. Így mentünk a fonóba, ahon hát bizony danoláztunk estenként, aztán szintén oda jöttek a fiúk. Mikor fontunk, ugyebár már ezen is van egy kis fonal, de ettől még többet fontunk rá, és mikor már elfáradt a kezünk, mert este 5 órátú, télen ugye már este 5 órakor sötét van, 5 órátú éjfélig fontuk le a fonalat. Már mikor így forgatgattuk, elejtettük az orsót, a fiú gyorsan felkapta, és bizony nem adta a lánynak ingyen oda, hanem egy puszi ellenébe adta vissza. Ha a lánynak a fiú nem tetszett, akkor nem volt puszi. Akkor fogta az orsót, hát egy kicsit szégyenbe maradt a fiú, mert hát nem kapott puszit, ezért kivitte és a kerítésre lemotaulálta. De ha tetszett a fiú, akkor olyan sűrűen elpotyogott az orsó, hogy igazán. Meg utána a puszi is. Mi ennek a technikája? Amúgy itt folyamatosan elindul a nóta, remélem azért lehet majd hallani a kis beszélgetésünket. Hogyan is megy a fonál készítése? Hiszen azért látszik a kész technikája, illetve az, hogy azért itt be kell ezt nyálazni. Igen, azért kell nyálazni, hogy a szősz ragadjon. Mert ha szárazon teszem ide, akkor nem sodródik bele. De is azért teszek egy kis nyálat, forgatom az orsót, és ahogy forgatom, az sodorja a szőzt, és így hát egyenletesen kell húzogni, hogy esetleg ha sok jön, akkor a számmal muszáj oda igazítani, hogy ne legyen sok, eltépem a szőzt. Ha kevés, akkor pedig ragasztok hozzá. A télen megfont fonalakat, amit lemotauláltunk, itt van ez egy darab fonal, ezt a motauláról vettük le, ugyebár egész télen fonogattunk, és sok ilyen darab fonalunk, legalább 15-20 ilyen darab fonalat fontunk. Ezt belerakjuk a dézsába, amin, ha belenézünk, van egy luk itt a dézsán. A darab fonalakat beleraktuk, hát ez a dézsa már a téli eredménye teli van, de mivel, hogy az én időnkben még nem volt ilyen mosópor, biopon, meg ultra, meg és a többi, ezért fahamuval szapultunk.
Hát minden háznál sparhet vagy kályhával tüzeltünk, annak volt hamuja. A hamuval beszórtuk, melegítettünk egy 20 literes fazit vizet, ráöntöttük a hamura meg a benne lévő fonalra, betakartuk, hogy ki ne jöjjön a meleg. Mikor már meghűlt, akkor ezt a dugót alulról kihúztuk, amivel be van dugva, ebbe az alsó dézsába belefolyt a víz, ezt újból felmelegítettük. Ez egy napos munka volt ez a szapulás, forraltuk a vizet, ráöntöttük, kihűlt, leeresztettük, ez egy napos munka volt. Másnap vittük a fonalat kimosni, mivel otthon nem akartunk az udvaron vele bajlódni, vizelni, meg oda pocsolyázni, ezért a mezőre kimentünk, és egy tóra vágtunk egy ilyen méteres leiket, ott mostuk ki, mert ugyebár az a hamu, ahogy öntöztük, az közzei keveredett a fonal közzei. És másnapra nekünk gyönyörű szép sárga fonalunk lett a kiszapult fonal. Végre valahára eljutottunk a Vászonig, itt Beregdarócon pedig van egy kiállító terem, ahol a beregi keresztszemessel lehet ismerkedni. Beszélgető partnerem pedig Erzsike néni, népi iparművész. Beszélgessünk erről a kiállító teremről, hogy mi látható itt, mit lehet megnézni itt Beregdarócon. A kiállító teremben nagyon sok minden van. Vannak gyönyörű függönyök, nagy asztali terítők, futók, tűzspárnák, könyvjelzők, illatzsákok, és vannak falvédők, kisebb asztali terítők, tehát nagyon sok minden látható. Ezek díjazott, mondjuk úgy, termékek, végtermékek. Milyen díjakkal rendelkezik, akár Erzsike néni, vagy ezek a vászondarabok? Legelőször 2007-ben kaptam meg az országos fődíjat, Mezőkövesden a Kisenkobori díjat, és vele együtt a Nivó díjat. Aztán a Mezőgazdasági Múzeumban Budapesten ott kaptam meg a Magyar Kézműves Remek díjat, aztán rengeteg külön díjat. Úgyhogy nem tudom elsorolni. Van bronzérmem, van ezüstérmem. Beszélgessünk egy kicsikét akkor az itt látható beregi keresztszemes motívumokról, illetve arról, hogy mitől is beregi ez a művészet. No, ez attól beregi, először a színek. Úgyhogy én a piros-feketét, én ezzel a színnel dolgozok, vagy tiszta pirossal. És én legtöbbet a szegfűt, a tulipán mintát, a madarakat, és a kazettás dolgokat használom. Vannak benne nagyon szép régi minták, a gránátalmás, valaki káposztás mintának hívja, én gránátalmásnak, van a hagyományos pávaszemes, van tulipános minta. Hát mondjuk a mögöttünk lévő sárkányos mintákat is lehet említeni. Ez mitől beregi, vagy milyen motívum ez pontosan? Hogyan készülnek ezek? Ez egy sárkányos minta. Először is két sárkány mindig szembenéz, közte van egy élatfa, és rajta vannak a csillagjegyek. Van rajta például, ott van rajta az ikrek, akkor ott van rajta, ki kell segíteni, mert... Aki felismeri a beregi keresztemes motívumok között a horoszkópot, az segítsen, vagy írjon nekünk a megfejtés@kölcseitv.hu-ra. Tehát akkor van a sárkányos, van a gránátalmás, amit kiemelt. A pávaszemes, a tulipános, a szegfűs. Hát tulajdonképpen van a csuporos, ezek mind beregi minták, vagy a makkos. És akkor, ahogy említette Erzsike néni, attól beregi, mert a piros a fő motívum ezeknél? Nem csak attól, hanem attól, hogy ugye a népszokásoknak benne kell foglalniuk, bele kell foglalniuk, hogy legyen benne a népdalokból, a népmondákból, a népmesékből, meg én tulajdonképpen úgy szoktam, hogy megkérdem a szülőket, hogy most milyen meséket szeret a gyerekének mesélni, és akkor azokat a motivumokat kiemelem, és akkor azokból varok a gyerekeknek párnát, vagy bármit.
Hogyan készülnek amúgy ezek a terítők, vagy éppen függönyök? Hiszen ugye említettem, hogy eljutottunk a kendermagtól egészen a vászonig. Egy üres vászont megkap az ember, mondjuk Erzsikenén, és akkor azt mondja, hogy hűha, itt van előttem ez a vászon, de hát mit is rajzoljak, álmodjak meg erre? Hogyan néz ki önnél egy alkotási folyamat, és mennyi idő elkészíteni egy-egy ilyet? Összeszedem a mintáimat, hogy mégis, hogy mit akarok, és akkor én azt rárajzolom egy papírra, egy milliméteres papírra, és akkor előveszem a vásznat, és akkor én abba szépen beleszámolom. Belehoztam, és csak majd utána fogom levágni a vásznat. És mikor az első darab megvan, akkor azt én szépen megcsinálom, és csak utána tudom tovább csináltatni. Milyen, mondjuk úgy, míveségnek tartja ezt? Időigényes és kreativitást igénylőnek? Időigényes, és nagyon kell szeretni csinálni, mert ha valaki nem szereti, csak muszájságból csinálja, akkor nem is sem. Kitől tanulta amúgy ezeket a beregi keresztemes alkotásokat? Jándon születtem, és én ott is nőttem fel, és ott a nagyobb lányok, mert anyu nem érkezett, hogy tanítson benne, nagyobb lányoktól tanultuk, és akkor volt ilyen, ezt nem muszáj belevenni. Ilyen szép kerek terítője, és ilyen selyemszálak voltak rá, és hogy az anyu ne tudja meg, mi azt lefaragtuk mindig ritkábbra, és azokat tanultunk megvarni. Aztán, hát ugye felnőttem, férhez jöttem, és akkor itt volt egy beregi részleg. Én 87-ben vettem át a beregi részleget, volt 67 tagom, és akkor én itt elkezdtem, mert azelőtt a ruhagyárban dolgoztam, de ott nagyon kiborultam, és ez pedig megnyugtatott. És attól kezdve én ezeket készítem. Akkor ezek szerint több mint 60 emberrel tudott dolgozni? 67 tagom volt, mikor én átvettem 87-be. 2013-at írunk. 2001-ig, mert akkor annyira egy házi-házipati szövetkezet megszüntették, és nekünk itt volt kint a részleg, nekünk is a lakásunkon. 2013-at írunk. Most mennyire aktivizálják magukat az emberek? Mennyire veszik át a fiatalok az idősektől? Hát kézimunkázni nem akarnak. Az idősek azok még szeretik, de azok meg már nem látnak és nem is akarnak, de én úgy vettem észre, hogy most egyre többen, egyre jobban igénylik. A kalocsai minta az elmúlt években nagyon nagy divat lett Magyarországon. Mennyire törhet teret akár mondjuk a beregi keresztszemes ön szerint? Hát most jelenleg abba beszélgettünk, hogy most hungarikummal szeretnénk a beregi keresztszemest is nyilvánítani meg. Egyre többen függönyöket kérnek tőlem, asszalterítőket. Megadják az emberek, hogy miért szeretnének, én úgy elkészítem, vagy nem ragaszkodok mindig a piros-feketéhez, ki milyen színnel kéri, de a beregi mintát kéri. És akkor én ezt szépen levarom nekik, és egyre többen. A kiállító terem után akkor kicsikét visszalép bennünk a fesztivál területére, és Erzsike néni segítségével megnézzük, hogy hogyan is készülnek ezek a gyönyörű szép terítők, vagy éppen függönyök. Jó magyar hagyományokhoz híven borral kívánok önöknek egészséget a televízió stábjának nevében. Ám fontos, hogy a beregdarúciak úgy vélik, hogy a hagyományt nem ápolni kell, hanem őrizni és továbbvinni, hiszen az nem beteg. Egészségükre! Thank you.
A kenderes napok immár 13. alkalommal rendeződött itt meg Bereg Darócon. A polgármesterrel többek között erről is beszélünk. No, meg arról, hogy igazából nem is 13. ez a rendezvény. Hogyan is alakult ez, polgármester asszony? Valóban így van. A rendezvény gyakorlatban a 14., hiszen az első rendezvényt azt próbaként csináltuk annak idején, és Dalanics Zoltán görög katolikus lelkész agyából pattant ki ez a szikra, hogy valamilyen hagyományőrző fesztivált vagy rendezvényt próbáljunk meg Bereg Darócon, hogy ezzel is bemutatkozzunk, hiszen mi itt a világ végén csak úgy tudunk bemutatkozni, ha valami érdekeset kitalálunk. Bocsánat, hogy így közbeszólok, de a világ végei kicsi településről mit kell tudni? Hiszen itt van egy például gyönyörű szép református templom, amelynek az udvarán ugye üldögélünk egy hihetetlen régi és gyönyörű szép nagy fa alatt. Azt hiszem gesztenyefa, ha jól látom. De miről híres ez a település? Hányan laknak itt, és mi az, amit itt érdemes megnézni? A település maga az 1300-as években már jegyzett település volt, a pápai tizedjegyzékben mint tizedet fizető település ismeretes, és tulajdonképpen a település címerében lévő pecsétnyomó az egy tölgyfa, ez ugyan most itt nem tölgy, de Bereg Darócz címerében a tölgyfa az öreg, az idős település jelenti. Királyi vadfogók lakták a települést, tehát a templom is már abban az időben létezett, természetesen katolikus templomként, hiszen a reformáció a történelem során később keletkezett, aztán a reformátusoké lett a templom. Hát talán ennyit röviden a település történetéről, és azért is gondoltuk azt, hogy mert a világ végén, hát így hozta annak idején a határrendezés, és így hozta a történelem, amit mi abszolút nem kívántunk, hiszen nem is éltünk még akkor, tehát egyértelmű, de a határon belül maradtunk mi. A település pedig úgy alakult, hogy pont a határ menti, tehát az országhatár 500 méterre van itt, ha kimennénk az egyik utcába, akkor onnan 500 méterre van az országhatár, és hát valamikor Bereg vármegyéhez tartozott, és Beregszász volt a járási székhely. Ezt az önkormányzat polgármesteri hivatalának épületében egy akkori korabeli emlék is őrzi, amit valamikor egy eke szántott ki a földből. Ez a határmenti kicsi település nagyon büszke lehet erre a fesztiválra. Mosolygós arcok, remek előadások, különböző bemutatók ugye a kenderrel kapcsolatosan. Hány embert mozgat meg ilyenkor, akár településen belül, vagy megyei szinten ez a fesztivál? Minden esetre a rendezéshez van egy nagyon kemény mag, egy körülbelül 15-20 főből álló kemény mag, akik minden évben megszervezik, illetve segítők vannak ezen kívül. Ők pedig olyan 50-60 ember, még plusz, akik segítenek, és hát ha a fesztivál két napja alatt végigmegyünk a településen, látható, hogy mozognak emberek, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy igényesek a Bereg Darócziak, mert az ide látogató vendégek mindig azt mondják, hogy itt tisztaság van még a mellékhelyiségben is. Manapság ezt én természetesnek veszem, de nem sokan veszik annak. De ez mind annak a jele, hogy igen, itt napközben is dolgoznak emberek, nincs eldobálva szemét, összeszedik, nem szégyelnek lehajolni egy véletlenül elejtett papír zsebkendőért. Úgyhogy nagyon sok embernek a munkája benne van. Képviselőtestület munkája természetesen, meg hát egyáltalán képviselőtestület gazdálkodása, hiszen egy ilyen rendezvény azért elég komoly anyagi terhet is ró az önkormányzatra. Most ebben az évben a Beregfest keretében azért kaptunk egy jelentős támogatást pályázati pénzből is, és én azt gondolom, hogy összefogással, akarattal, nagyon, és jókedvel nagyon sok mindent meg lehet csinálni.
Már a nézőknek is megmutattok, hogy milyen rendezvények, illetve látványosságok vannak itt a Beregdaróci Kenderes Napok különböző sátrainál, és többek között beszélgettünk már Böske nénivel és Erzsike nénivel is. Ugye Böske néni megmutatta a kendermagtól, hogyan jutunk el a vászonig, majd Erzsike néni segített, és a vászont kicsikét feldíszítettük igazi beregi keresztemes motívumokkal. Fontos, hogy ezt a részét már láttuk a fesztiválnak. Mi van ezen kívül? Vannak-e kísérő rendezvények, kulturális műsorok? Mind a két nap folyamán folyamatosan a színpad foglalt. Ez azt jelenti, hogy népdalénekesek, néptáncosok, népzenekarok lépnek fel, és erre én azt gondolom, hogy az egész fesztiválra, vagy az egész kétnapos rendezvényre, mert nem mondanám én ezt azért fesztiválnak, ahhoz még egy kicsit kicsik vagyunk, de az egész rendezvényre az a jellemző, hogy a letisztult népiparművészet és a kézművesség, és erre azért úgy vigyázunk itt. Itt nincsenek műhanyagárusok, lufiárusok, hogyha ezt tapasztalja az ide látogató, akkor valóban azt kapja, amire mi törekedtünk. Mert nem egy vásározó össze-vissza mindenféle legyen, hanem valóban a népművészet, és mi ezt próbáljuk bemutatni, és a műsorokban is. Szóval zárjuk a mai Beregdaróci túrabakancsot. Remélem tetszett a mai félórás összefoglalunk, és jövőre már együtt készítünk vásznat itt Beregdarócon a Kenderes Napokon. Addig is a viszontlátásra!